Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. A szegény embernek volt egy felesége és három leánya. Nagyon szegények voltak, csak egy kicsi malacuk volt. Egy nap azt mondja a szegény ember, Ez a malac már nagyon kövér. Holnap levágjuk, és egész télen lesz étel a kamrában. Levágták a malacot. A sonkát, a szalonnát, a kolbászt a padlásra vitték, és egész télen azt tették. Tavasszal már csak a kis gömböc volt a malacból. Mondta egyszer a szegény asszony a legidősebb leányának: Leányom, menj fel a padlásra, és hozd le a kis gömböcöt. Felment a leány, de amikor le akarta venni a gömböcöt, megszólalt a gömböc. Mit akarsz, hé? Hey, meg akarsz enni? Majd megeszlek én. S ham, bekapta. Az asszony nem tudta elképzelni, hogy hol marad ilyen sokáig a lánya küldte a középsőt is a gömböcért. Felment a leány, de a kis gömböc ham bekapta őt is. Mérges volt a szegény asszony, milyen sokáig maradnak a lányai. Menj leányom, mondta a legkisebb leánynak. Hozzátok már a gömböcöt. Felment a harmadik leány is, de a kis gömböc őt is bekapta. A szegény asszony várt, várt, de a lányok nem jöttek. Felment ő is a létrán, de ott is maradt, a kis gömböcöt is ham bekapta. Jött haza a szegény ember, hát nem volt se asszony, se vacsora. Kereste az asszonyt és a lányait, kiabálta. Hol vagytok? Benézett az ágy alá, minden sarokba, de nem voltak sehol. Felment a padlásra, talán ott vannak. Ott meglátta a kis gömböcöt. Azt gondolta a szegény ember. Ha nincs asszony, nincs leány, akkor egyedül vacsorázom, megeszem a kis gömböcöt. A kis gömböc azonban mérgesen kiáltott. Te is meg akarsz enni? Inkább én eszlek meg téged. Sam bekapta őt is. Amikor a szegény embert is bekapta, a kis gömböc nagyon nehéz lett, és a kötél elszakadt, és a kis gömböc leesett. Aztán gurulni kezdett. Legurult a létrán, ki az udvarra. Az udvarból ki az utcára, ott találkozott egy csapat emberrel és asszonyjal, őket is bekapta gurult tovább, és az út szélén találkozott egy fiúval meg disznókkal, őket is megette. De egy jó bicska volt a fiúnál, és kivágta a gömböc oldalát. Egymás után jöttek ki az emberek, az asszonyok, a szegény ember és a felesége, meg a három leánya. Aztán futott mindenki, amerre látott. Itt a vége. Fuss el véle.